sétál utána. Ő kapja Gyarmat György juhász ember által gyűjtött énekekből, az ő kapámé dalcsokorból csillantott meg egy-két sort a horgosi Tillinkól utca. Óriási ajándék, ha a sors a hangszeres zenélés tehetségével és még csengő énekhanggal is megáldja az embert. A délvidéki lánynak mindkettőből kijutott, akár hegedűn játszik, akár népdalokat énekel, megérinti a hallgatók lelkét. Az énektanárnőmmel, Fábri Ivánovics Tündével összeállítottunk egy olyan énekcsokrot, amibe az ő dalait énekeltem, amiket őtől gyűjtöttek fel, és akkor ez lett úgymond a családi kis csokor, amit nagyon szeretek énekelni. A mindössze 16 éves Luca jelenleg a Szabadkai Zeneiskola klasszikus hegedű szaka mellett a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium alapfokú művészeti iskolájában népi ének szakon tanul. Emellett pedig ékszerkészítéssel foglalkozik. Keze alól egyedi medálok, gyűrűk, fülbevalók kerülnek ki. Egyik nyáron, mikor családdal voltunk nyaraláson, akkor láttam, hogy árultak üveglencsés technikával készített ékszereket, és vettem egy fülbevalót, amit később, pár hónapra rá édesapukám véletlenül beporszívózott, úgyhogy elvesztettem a fülbevalómat, és nyomoztam utána, hogy hogyan tudnám pótolni. Így kezdődött el az ékszerkészítés. Nagyon megtetszett neki az akkoriban felfedezett üveglencsés technika, melynek révén szinte bármilyen fotót, képet üvegbe lehet zárni. Talán a legtöbb minta, amit tőlem vettek, az a matyó mintás. Fülbevaló, nyaklánc, csat, mindenféle, amiben benne van a matyó. A szabadságot, amely a népdalok hiteles tolmácsolásához szükséges, a Szabadkai Zeneiskola diákjaként népi hegedű játékában is hasznosítja. Tanára sokat tesz azért, hogy megismertesse vele népzenei hagyományunk értékeit, részint azért, hogy autentikus módon tanulhassa a délvidéken élő magyarság népdalkincseit. Manapság, amikor mindenféle modern zenei műfajok dömpingében élünk, akkor az még nagyobb jelentőség és fontosságú, hogy megőrizzük az utókor számára a saját hagyományainkat. Itt nem csak szűken a magyar népzenére és a népi hagyományra gondolok, hanem arra is, például azokra a klasszikus zenei művekre, amelyek magyar népdalok alapján íródtak. Az órán tanár és tanítványa együtt szárnyal, éli meg a hegedű játék szépségeit. Olyan hangokat csalogatnak elő a hangszerből, melynek belső tüze, kisugárzása van. Hangszer nélkül hiányérzetem van, bárhova megyek, ahova nem kell vinnem a hangszert, olyan furcsa, mert mindig megszoktam, hogy a hátamon van, előveszem, gyakorlok. Szabadkán a jelentős múlttal büszkélkedő Promuzika Kamarakórus női karához csatlakozott Luca is. A kórus repertoáriát klasszikus művek és modern szerzemények alkotják. Fontosnak tartom azt, hogy a mai fiatalok is megismerjék az élő kórus zene szépségét, hogy közösségbe járjanak, és egy olyan igényes hobbiuk legyen, ahol sikerélményeket is szerezhetnek. Az együtténeklés sokakat tett lelkes zeneértő és zenét szerető emberré, hiszen szívmelengető élmény a már-már elfeledett dallamok átélése. Nagyon szeretek csoportosan is énekelni, nem csak szólóba. Ugye népénekkel inkább csak szólót énekelek, de itt kielhetem azt, hogy kórussal együtt éneklünk. Aki úgy nő fel, hogy mindennapi tápláléka a zene, az egész életében értő, élvezője lesz ennek a kincsnek. Luca tanulmányait Magyarországon tervezi folytatni a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének és népi hegedű szakán, hogy aztán tudását saját közösségében, szülőföldjén, a délvidéki magyarok körében kamatoztassa.